Péntek délelőtt is folyamatosan gyűlnek az aláírások Pakson. Sok járókelő szívesen támogatta a Fidesz-KDNP által indított Stop Gyurcsány, Stop Karácsony nevű petíciót. Az országos aláírásgyűjtést szeptember 1-én indították el azért, hogy az emberek kifejezhessék, nem kérnek újra a 2010 előtti Gyurcsány Ferenc féle kormányzásból. Süli János a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt a helyszínen. Most is már 100 aláírásnál többet gyűjtöttünk. Minden helyen, ahol gyűjtünk, az a tapasztalat, hogy aktívak az emberek, elmondják a véleményüket, ez jó dolog. Szekszárdon is gyűlnek az aláírások, az emberek itt is maguktól lépnek oda a standhoz. Mindannyian arról beszéltek, nem akarják, hogy Gyurcsány Ferencék újra átvehessék az ország irányítását. Nekünk megnyugvás, hogyha ez a rendszer így marad. 2010 óta óriási különbségeket látunk az életminőségben, az ország hazafias gondolkodásában. Mi reméljük, hogy ez így is fog maradni. Mi ott leszünk a választáson is. Szekszárdon a Fidesz munkatársai és aktivistái minden nap kint vannak a város több pontján, hogy gyűjtsék az aláírásokat. Hamarosan pedig a kis településekre is elindulnak, hogy személyesen keressék fel az ott élőket. Az önkormányzati választások óta sok helyen változott a vezetés a településeknek, így Budapesten is, és Karácsony Gergely szemlélteti azt a káoszos és ellentmondó döntések sorozatával. Egy negatív helyzet alakul ki több településen. Ez a petíciónak a lényege, hogy ne térjen vissza a 2010 előtti időszak. A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót eddig az országban már több mint 100 000-en írták alá.